Szeretettel köszöntelek benneteket, az új év első sulijáróját látjátok. Érdekes témákkal készültünk ezúttal is, de ma leginkább azoknak érdemes velünk tartaniuk, akik középiskolába vagy egyetemre, főiskolára készülnek. Központban lesz ugyanis mai műsorunkban a pályaválasztás. Nézzük tartalomismertetünket! Sokoldalú intézmény, versenyekkel, szabadidős programokkal és sportkörökkel is várja a diákokat a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola. Kezdődnek az írásbelik, január 22-én írják a központi felvételiket az általános iskolák végzősei. Pályaválasztás, ideje eldönteni, milyen egyetemet vagy főiskolát választanak a középiskolások negyedikesei. Szabolcs-Szatmár Bereg megye egyik legsokoldalúbb intézménye, bátran állíthatjuk, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola, ahol nem csak az oktatási paletta rendkívül széles, hanem a tanórán kívüli rendezvények is mind-mind a diákok igényeit szolgálják. Így a tanulók akár szabadidejük nagy részét is az intézmény falai között tölthetik. 1982. augusztusában alapították a Móricz Zsigmond általános iskolát Nyíregyházán, de csak egy évre rá, 1983. februárjában költöztek ide, a Virág utcára. Jelenleg 602 diák tanul ebben az intézményben, 45 elhivatott pedagógussal, akik a napi rutin mellett különböző programokkal igyekeznek kiszolgálni a tanulók igényeit. Reggelente tömegsportra van lehetőség, amelyet sok gyerek ki is használ, így az első órát már erejük teljében tölthetik. Januárban a legfőbb attrakció a félévi bizonyítvány, a téli szünet utáni első héten már fél év végi felmérőkön mérik a diákok tudását. A hatodik osztályosok január 4-én szövegértésből írtak. Mátyás király életéről olvastunk, és voltak ilyen kérdések. Az első feladat például olyan volt, hogy Mátyás király nevét, meg édesapját, édesanyját, születésidejét. A második feladat az olyan volt, hogy rokonértelmű szavakat kellett. Három ilyen szó meg volt adva, és hogy két rokonértelmű megfelelőjét. Volt olyan, hogy Mátyás királynak milyen élményei voltak az életben, hogy például az apját elveszítette, már meghalt, meg ilyeneket kellett írni. Még volt olyan, hogy kellett írni, hogy mi volt ő, hogy ilyen az ötödik bekezdésből kellett írni, hogy jó tulajdonságait. Már így is sok, amit felsoroltál, Rebeka. Nehéz volt ez a dolgozat? Milyen volt a többihez képest, amit eddig írtatok ebben az évben? Ez könnyebb volt, mint ami szokott lenni, mert benne volt így minden a szövegben. Hogyan lehet erre készülni? Mit csináltál otthon? Volt két hét szünidő, elővetted azért néha az irodalomkönyvet? Megnézegettem, mert így erre annyira nem tudok készülni. Csak így irodalom órára készültem. Ezek a felmérők nem csak a félévi bizonyítvány miatt fontosak, felkészítik a gyerekeket a szokásos kompetenciamérésekre, a távlatokba tekintve pedig jó gyakorlatok lehetnek az érettségi feladatok megoldásához, amelyeket hasonló elvek alapján állítanak össze. Milyen képet mutat ez a gyerekek fejlődéséről, hogy hol is tart tulajdonképpen ez az évfolyam? Nagyon lényeges mérföldkőnek számít ez, ugyanis 6. év végén ugye kompetenciamérés van, és már 5. osztálytól megkezdjük az alapozást. Az, hogy mennyire számít ez, nyilván szeptembertől végzett munkát fogjuk figyelembe venni. Ez számukra is egyfajta jelzés, hogy mi a hiányosság, illetve a nevelőnek is egyfajta jelzés, hogy mire kell egy kicsit jobban ráerősíteni. Nem lehet egyszerű épp a modern világ és az új élethelyzetek miatt lekötni magyar nyelvi és irodalom órán ezeket a gyerekeket. Milyen eszközök vannak a pedagógus tarsójában, mivel lehet ezeket a modern gyerekeket megfogni? Változatos munkamódszerekkel, tehát szoktunk dolgozni páros munkába, csoportmunkába. Igazából ez a frontális munka, hogy a nevelő kiáll és órát tart, ez már manapság a mai gyerekeknél nem működik. Ugye különböző képességű gyerekekről beszélünk, és ahhoz, hogy ugye differenciálni tudjunk, tehát minden gyerek megkapja azt, amire igénye van, ahhoz változatos munkamódszerekre van szükség tulajdonképpen. A nyolcadikosok életében azonban nem csak a félévi felmérők miatt izgalmas ez a hónap, ők a továbbtanulásra készülnek. Már 7. osztályban megkezdjük a felvételi előkészítést,
A pedagógiai intézet munkatársát is elhívtuk, hogy felmérje a gyerekeket, hogy megfelelően tudjanak választani. 8. osztályban már a gyerekek interneten és a felvételi tájékoztató füzetből figyelik az iskolákat, a felvételi előkészítőket, a jelentkezéseket, és megindulnak nyílt napokra, hogy legtöbb információt begyűjthessék. A felvételi előkészítést már 8. osztályban nagyon keményen folytatjuk. A mi iskolánk külön matematikából egy órát különítette el erre a célra. Így 2 matematika órában gyakorlunk felvételire. Tehát a központi felvételi feladatsorokat oldunk meg első órában, második órában pedig kijavítjuk és százalékoljuk. Így a gyerekek, mire elérkezik a felvételi ideje, megfelelő rutint szereznek egy felvételi feladatsor megoldásában. Magyarból is van felvételi előkészítő, de ettől függetlenül még a középiskolákban is vállalnak felvételi előkészítőket, úgyhogy a gyerekek nagyon leterheltek ebben az időszakban. Január 22-én írják a központi felvételit, és erre az felvételire tulajdonképpen óriási rutint még az ad, hogy ebbe az iskolában rengeteg gyerek jár versenyre. Nagyon jó versenyeredményeink vannak, és a gyerekek ezt a versenyeredményeken szerzett rutint tudják hasznosítani ezekben a felvételikben. Nagyon jó eredményeket szoktak elérni emiatt a felvételiken. A gimnáziumban a tanulóknak a 47%-a jelentkezik, szakközépiskolában 50%, és összesen 3% jelentkezik csak szakmunkásképző intézetekbe. Az iskolánkban nagyon sok jó képességű gyerek jár, és ennek az eredménye az, hogy a felvételiük nagy rész sikerül is. Tavaly például 80% volt az eredményesség az első helyen megjelölt felvételével kapcsolatban. A végzősök január 22-én írják a központi felvételi vizsgákat azokból a tárgyakból, amelyet a célintézmények követelményként megjelöltek. Fruzsina, te merre képzeled el a jövődet? Milyen iskolát választottál és miért? Egy gimnáziumot választottam, a Kölcsey Ferenc gimnáziumot. Miért éppen azt? Voltam nyílt napon, és nagyon megtetszett, szimpatikusak a tanárok, és a diákjairól eddig csak jókat hallottam. Dominik, elérkezett az idő, pályát kell választanod, melyik gimnáziumot vagy középiskolát jelöld meg, és miért? A Vásárhelyi Pál építőipari szakközépiskolát, és azért, mert már kiskoromtól nagyon szerettem rajzolni, tervezni, honazóval, ilyesmivel, és így feljött az ötlet, és nagyon tetszik. Anna, te hová jelentkeztél, hová szeretnél menni tovább tanulni? Én a Krudi Gyula gimnáziumba szeretnék matek tagozatra menni. Miért éppen ez érdekel? Hát nagyon szeretem a matekot, matek tagozatos is vagyok, sok versenyre járok, és hát jók az eredményeim. Most hónap végén miből kell felvételizned, mert gondolom kell? Igen, kell, matematikából és magyarból. Az egyik legsokrétűbb intézmény a Móricz Zsigmond Általános Iskola, ahol a testnevelést, az idegen nyelvet, az informatikát és a matematikát is emelt szinten tanulhatják első osztálytól a nebulók. Az eredetileg csak testnevelés specifikus iskolában az atlétika és a futball mellett a röplabda is országszerte híres. 2005-ben érkeztem a Móricz Zsigmond Általános Iskolába, a Hunyadi iskolából. Akkor férjemmel, Moravszki Gyulával leraktuk a röplabda alapjait, illetve megalapoztuk az iskolában a röplabdát. 3.-4. gyerekekkel kezdjük a kiválasztást, 5.-6. és 7.-8. gyerekek pedig folyamatos versenyzésnek vannak kitéve. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ilyen eredményeket tudjunk elérni, ahhoz nagyon fegyelmezetten és rendszeresen is kitartóan kell dolgozni. Természetesen ezek az eredmények a Nyisolival karöltve, együttműködve tudnak megvalósulni, mivel iskolánk utánpótlásbázisa a Nyisolinak, a versenyeztetés és a nagyobb számú, tehát az edzések egy része a Nyisoli keretében történik, és nem csak röplabda vonatkozásában, hanem atlétika és labdarúgásból is az utánpótlás bázisa vagyunk a Nyisolinak. Nagyon büszkén mondom, hogy vannak gyerekeink, akik most az Exaliga NLK és a főiskola csapatában meghatározó emberek, és még tavaly 8-osként a mi iskolánk tanulói voltak,
illetve ez egy ilyen hármas összefogás, mint ahogy említettem, iskolánk tanulói, utánpótlásai a nyisulinak, valamint a 8. osztály elvégzése után, aki az Zay Anna gimnázium mellett dönt tovább tanulás szempontjából, azokkal mi foglalkozunk továbbra is úgy, és 5.-6. korcsoportban a diákolimpiát, valamint a serdülő és az ifjúsági korosztályt együtt visszük a férjemmel. És továbbra is azt is büszkén mondom, hogy az az Ijés Betina, aki kezdőjátékos az Exalina NLK-ba, ő most ifjúsági válogatott játékosként és számottevő eredményekre lehet büszke, és a válogatottnak is egy meghatározó játékosa, de ugyanilyen gyerekeket adott és nevelt ki a Móricz iskola, a Paul Szandi, a Sitku Tamara, Pető Tamara, és még mondhatnám tovább, a Tóth Dorottya már elment, a Morvai Anna és a Móricz iskola tanulója volt, Homoki Judit. Tehát azt mondom, hogy most úgy állunk, hogy tehát annak a munkának az eredménye és gyümölcse beérett, amit az 5 év alatt megalapoztunk és véghez vittünk. Tulajdonképpen számos országos eredményünk van. Tehát ha össze akarom foglalni, akkor azt mondom, hogy 5 év alatt 7 aranyérem, 3 ezüst és 2 bronzérem az eddigi röplabdás eredményünk. A nyírsuli utánpótlás bázisának is mondható iskolában a 3. és 4. osztályosok hetente 3-szor másfél órát tölthetnek a pályán, míg a nagyobbaknak minden nap tartanak edzést. Ez pedig már a nyelvi labor, amelyet az iskola saját erejéből alakított ki, csak úgy, mint az informatika termet. A tavalyi legnagyobb beruházás pedig az intézmény energetikai beruházása volt. 93 millió forintból a teljes hűszigetelést, ablakcserét és a kazánház felújítását valósították meg. A Móricz Zsigmond általános iskola korszerű körülmények között, modern eszközökkel és lelkes pedagógusokkal várja a következő tanév első osztályosait. Miért érdemes a Móricz Zsigmond általános iskolát választani óvoda után? Miben jelenthet ez pluszt? Mit adhat a gyerekeknek? Hát ott kezdődik az egész, hogy a környező óvodákkal nagyon jó a kapcsolatunk. Tehát azok a gyerekek, akik bennünket választanak, úgymond nem idegen helyre jönnek be, mert előtte annyi számtalan programban részt vehetnek az iskola életébe, hogy szinte fokozatosan beilleszkedhetnek. A Móricz iskola egyébként nagyon híres szerintem a tehetséggondozó munkájáról, tehát aki nagyon jó matematikai, logikai készséggel bír, vagy rendkívül ügyes gyerek, annak érdemes ebbe az iskolába jönni, a sportterén, vagy éppen versenysport elképzelése van, de akinek nincsen, az is számtalan sport lehetőséggel találkozhat. Ugye az informatikát elsőtől tudjuk biztosítani a gyerekeknek, sőt, benne vagyunk a támopos pályázatba, a fenntarthatósági időszakban, ahol várjuk a 300 laptopot a gyerekeknek, tehát rendszeresen fognak vele dolgozni órákon. Miért érdemes még ide jönni a Móriczba? Azért, mert megőriztük a 29. éve kialakított hagyományainkat, tehát rendkívül rendezvényközpontú és tevékenységközpontú az iskola. Nem állunk meg azzal, hogy megtartjuk az órákat, hanem az osztályoknak minden hónapban sajátos egyedi programjuk van, egy-egy, amelyet ők állítanak össze, és az iskola is egyediséggel bír a program kínálatában. Tehát mindig valamilyen érdekességet szervezünk nekik, ezért gondolom, hogy jól érzik magukat, tehát nem csak a tanításról, a tanóráról szól a munka. Szerintem a pedagógusok gyerekközpontúak, tehát nagyon megértőek, szeretetteljes légkör uralkodik, tehát valószínű, hogy ez az, ami vonza, mert már most azt tapasztaljuk, hogy azok a szülők érdeklődnek irántunk, akik valaha ide jártak. Tehát igaz, hogy fiatal az iskola, de ezek szerint nagyon jó élményekkel gondolnak vissza az intézményükre, mert hozzák a gyerekeiket. És az, hogy milyenek az élmények, azok folyamatosan kiderülnek a mérésekből, hiszen mindig nyilvánosságot kap a gyerekek és a pedagógusok véleménye. Hát a partnerek véleményét a minőségirányítási csoport méri, és a szülők igényeit megpróbáljuk mindig kielégíteni, tehát teljesíteni. A több
jeleznek, hogy több szülő-iskola együttműködés kell, akkor abba az irányba próbálunk elmozdulni, vagy több sport lehetőség, akkor ezt próbáljuk a nagy tornaterembe ezt az igényt kielégíteni. Tehát minden évben mérjük a szülői elvárásokat, illetve a megfelelőségünket. Ugyanígy a gyerekek felé is, és az éppen most tegnap került az asztalomra, hogy mi a véleményük az iskoláról a gyerekeknek. Hát nagyon szeretnek a osztályközösségükbe lenni, az osztályközösség programjaiban részt venni, az iskola közösségében, az iskola programjain. Úgy nyilatkoznak, hogy ismerik a tantervi követelményeket. Hát itt is vannak azért gyengébb pontok is, például szeretnék, hogyha az osztálytársaik még fegyelmezettebbek lennének, tehát rajtuk kívül, tehát a szülők, a pedagógusok, a gyerekek, a dolgozókon kívül az óvodákat mindig megkérdezzük, az óvónőket és a többi partnerünket. Több testvériskolával ápol jó kapcsolatot az intézmény, a diákoknak német, angol és holland cserekapcsolatokat biztosítanak. A Móricz Zsigmond Általános Iskola küldetésnyilatkozata szerint az itt dolgozó pedagógusok arra törekszenek, hogy a tanulók ne csak biztos tudással legyenek felvértezve, hanem jól nevelt, magabiztos, mások értékeit megbecsülő személyiségekké váljanak. Az önismeret és a személyiség formálása mellett különös gondot fordítanak a nemzeti értékek megbecsülésére. Vendégszeretet. Mi elsőként ezt tapasztaltuk itt a Móricz Zsigmond Általános Iskolában, ahol a gyerekek és pedagógusok egyaránt nagy szeretettel és segítőkészséggel kalauzoltak minket az intézményben, hogy betekintést nyerhessünk mindennapjaikba. Legyen szó akár az általános iskolák vagy a középiskolák végzős diákjairól. Minden gondolat ilyenkor, január hónapban a felvételi, a pályaválasztás körül forog. Elsőként a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója mondja el, hogy hogyan zajlanak majd január végén a központi középiskolai felvételi vizsgák. Hónapok óta készülnek az általános iskolák tanulói a középszintű felvételi vizsgákra, pontosabban a pályaválasztásra. A pedagógusok szerint a legtöbb szülő és diák körültekintően mérlegel akkor, amikor eldönti, hol szeretné folytatni tanulmányait. A legfontosabb, hogy minden gyerek a neki megfelelő utat válassza. Én mindig azt mondom, hogy nem a szülőnek kell választani, a szülőnek segíteni kell a tanuló választását, és azt gondolom, a mai gyerekek már nagyon tájékozottak, ennek meg is van a lehetőség, én azt gondolom, interneten, médián keresztül is tájékozódnak, illetve minden iskolában van nyílt tanítási nap, itt nálunk a Kölcsey Gimnáziumban is megvolt ez már szeptemberben, tömeges volt az érdeklődés, hála Istennek, és azt gondolom, hogy a tanulóknak a szimpatikus volt az iskola, akkor már úgy kicsit voksolt is az iskola mellett. Nálunk is, és a város több iskolájában is egységes felvételit kell tenni a tanulóknak. Ez azt jelenti, hogy január 22-én szombaton magyarból és matematikából írásbeli vizsgát kell tenniük, ami egy egységes vizsga, az országban mindenütt egyforma feladatot írnak. Hozzánk is sokan jelentkeztek erre a vizsgára, lényegesen többen, mint amennyi tanulót mi föl tudunk venni. Ennek már van referenciája ennek a vizsgának, hisz több éve tart már ez. Az előző évek tapasztalatai alapján a tanulók tudnak készülni, végig tudják nézni, hogy milyen feladatok szerepeltek magyarból is, matematikából is. Alapvetően ez a készségeket vizsgálja, tehát kompetencia alapú feladatok ezek. Arra irányulnak, hogy mennyire jó a tanulók logikai készsége, mennyire kreatívak. A mi tapasztalatunk az, hogy a jó tanulók, illetve mindazok, akik komolyan veszik a fölkészülést, ezt jól megírták az elmúlt években is. Nálunk is magasan az országos átlag fölött volt ezeknek a dolgozatoknak az eredménye. Ez a január 22-én induló folyamat, ez nagyon sokáig tart, hisz az írásbelit követi sok iskolában, így nálunk is február folyamán, egészen konkrétan nálunk február 22-től még a szóbeli vizsga. Azokban az osztályokban kell ezt tenni, ahol idegen nyelv szerepel nálunk, ez az angol haladó és középhaladó csoport, illetve a német haladó csoport, a humántagozatos történelem. Tehát ott még a szóbeli eredménye is hozzászámít a vizsga eredményéhez, és
és utána egy hosszabb folyamat eredményeként aztán még mi ezt továbbítjuk az országos központba, a mi javaslatainkat, és a végső eredmény, hogyha ezt is ki kell most mondanom, ez április 27-én érkezik csak meg a tanulóhoz, hogy akkor fölvette az illető iskola, vagy nem vette. A Kölcsey Ferenc Gimnázium oktatási palettája rendkívül színes, de ez az intézmény leginkább a humán beállítottságú diákok igényeit szolgálja. Nagyon széles a spektrum, és én merem mondani, hogy minden tanuló megtalálja az érdeklődésének leginkább megfelelő osztályt. Az A osztályunkban angol haladó és angol középhaladó csoport indul, és nyilván mindenkinek két idegen nyelvet kell tanulni, így a választott idegen nyelv ott a francia és a német mellette. A B osztály az francia és olaszos osztály, kiemelten ezt a két nyelvet tanulják indításképpen a tanulók, és mellette az angol kötelező mindenkinek. A C osztály humán tagozatos, illetve spanyolos csoportból tevődik össze, és az angol mindenkinek a kötelező, haladó vagy középhaladó szinten. A D osztály pedig a németes osztályunk, ahol egy nagyon jó kis német haladó csoport szokott kialakulni, mindig a másik fele pedig kezdő a csoportnak, és angol tanulnak ők is. Nyilván ez csak az indításkor érdekes ez az osztálykeret, mert utána a gimnáziumi képzésnek megfelelően 11. és 12. évfolyamon minden kedves diákunk már az érdeklődésének, továbbtanulási szándékának megfelelően választhat aztán emelt és középszintű csoportokat, és itt a természettudományos tárgyak mellett a humán tárgyak is szerepelnek. Most megnőtt egyre inkább a természettudományok iránt érdeklődés, tehát biológiából, kémiából, matematikából, fizikából, informatikából is választhatnak ők aztán emelt szintű csoportot, illetve nálunk még ami vonzó nagyon sok tanulónak, hogy turisztikai képzésbe is bekapcsolódhat a 11-12. Évfolyamon. Ők azok, akik aztán az érettségit követően OKI idegenvezetői szakvizsgát is tesznek. Természetesen a humán tagozat iránti érdeklődés az továbbra is nagyon jó, de amit tapasztalunk, hogy a nyelv az, ami különösen rendkívül vonzó, hisz a nyelvtudásra mindenkinek szüksége van. Nem csak azért, mert ezt többletpontokkal honorálják a felsőoktatási felvételik, hanem az életben sem tud elindulni nyelvtudás nélkül. Akár egész életre szóló döntést is hozhatnak azok, akik egyetemet vagy főiskolát választanak február 15-éig. A Nyíregyházi Főiskolán jártunk. Bő egy hónapjuk van még azoknak, akik egyetemre vagy főiskolára szeretnének jelentkezni. Az intézmények sorrendjéről február 15-éig dönthetnek a végzős középiskolások. Nekik azt ajánlják, hogy mielőtt kitöltik a jelentkezési lapokat, látogassanak el az intézményekbe, ismerjék meg a képzési palettát és a tanárokat. Már volt egy nyílt napunk, és nagyon-nagyon sokan jelentek meg a megyéből, de a megyén túli területekről is. Először is úgy készülnek, hogy tanulnak, másodszor tájékozódnak, hogy hova érdemes a felvételüket benyújtani. Én úgy gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és részben Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sokan gondolkodnak azon, hogy a Nyíregyházi Főiskolára adják majd be a papírjukat. A beiskolázási arányunknak a 60%-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 20%-a Borsod-Abaúj és 20% megoszlik Hajdú-Bihar és az ország más megyei között. A 2011-es év nálunk a hallgatók éve, de egy picit módosítok is rajta, a jelentkezők évének is tekintjük. Hiszen ebben a gazdasági helyzetben a Nyíregyházi Főiskola egy fókusz. A lakóhelytől 50, 40, 30, 20, 10 kilométeres távolságra van elérhető, és egy világszínvonalú 2009-ben a világ legjobb középülete címet szerzett kampuszban folytathatják a fiatalok a tanulmányaikat. Mind a három alapvető képzési formánk megvan, a felsőfokú szakképzés, majd az alapképzések, alapképzésből 35 van, és innen tovább lehet menni a 16 mesterszakunkra, vagyis szinte a teljes képzési skálát lefedjük. A főiskola létesítményei pedig olyanok, hogy egy 500 méteres sugarú körben egy fiatal mindent megtalál, amire szüksége van a tanuláshoz és a kulturálódáshoz is. OTP fiókot, számítógépeket, csillagvizsgálót, uszodát,
kivételesen felszerelt a Nyíregyházi Főiskola kampusza. Akár egész életet meghatározó döntést kell hozniuk most az érettségizőknek, így számos dolgot kell mérlegelniük. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy nagy szeretettel várjuk őket a nyílt napunkon. Már egy nyílt napunk volt, de még lesz egy nyílt napunk január 25-én, ahol igyekszünk meggyőzni a fiatalokat, hogy válasszák a nyíregyházi főiskolát, és hát elmondjuk nekik, hogy mire kell vigyázni, hogyan kell jelentkezni, mit érdemes mérlegelni a jelentkezéshez. Természetesen megjelenünk Budapesten az edukáció szakkiállítás és vásáron. Tudom, hogy nagyon sok osztály el szokott menni oda, és hát országos választékban szét fognak nézni. Ott nekünk is lesz stadunk, és ott is informálódhatnak. Amire felszoktam hívni az érdeklődők figyelmét, hogy mit mérlegeljenek. Először is a nyíregyházi főiskolával a felsőoktatást az otthonukba hozzuk a diákoknak, a közellakóknak. Tehát a lakóhelyhez közeli felsőoktatási intézmény kiválasztása nagyon sok esetben, nagyon sok családnak fontos szempont, elsősorban anyagi okoknál fogva. Másodszor mérlegelni kell a pontszámokat, a lehetőségeket. Vannak a vágyaink, hogy mit szeretnénk elérni, és vannak a realitások, hogy hány ponton gyűlik össze az a pontszám, mire lehet elegendő. Én azt javaslom, hogy aki úgy látja, hogy az alapképzési szakokra a pontszáma kevesebb, az a felsőfokú szakképzésre adja be a jelentkezést, onnan van még tovább lépési lehetőség az alapképzésekre. Tehát nem egy zsákutca felsőfokú szakképzéssel kezdeni, onnan ki lehet menni a munkaerőpiacra, vagy tovább lehet menni majd alapképzésre és új felvételivel. Hogyan változtak a pontszámítási módszerek 2011-ben? 2011-ben a felsőoktatási felvételében a pontszámítás az alapvetően nem változott, a többletpontok kivételével. A továbbiakban is 400 plusz egy 80 pontos, azaz 480 pontos rendszerben kerül elbírálásra a felvételi kérelem 2011-ben. A 400 pont az a bizonyos tanulmányi pont, a 200 pont az a középiskolai 5 tantárgy 2 év végi, illetve az érettségi, valamint egy másik 200 pont az a adott szaknál az előírt felvétel érettségi tárgynak a százalékos eredményéből számított pontot adja. A 80 többletpontban változás történt az idén. A kormányzat a minőségjavítás érdekében az emelt szintű érettségéknek a növelés érdekében csökkentette a többletpontokat, mind a nyelvvizsgára, mind a tanulmányversenyekre, sportteljesítményekre, illetve az OK-i szakképzésekre vonatkozóan. A többletpontoknál az emelt szintű érettségire, mind a kettőre, hogyha valaki mind a két érettségi tárgyból emelt szintű tesz, megmaradt a 40 többletpont, így maximum 80 pontot a két emelt szintűvel meg lehet szerezni. Ugyanakkor, hogyha valaki nem tesz mindkét tájból emelt szintű érettségit, akkor többletpontot nyelvvizsgákért most már csökkentett többletpontot lehet szerezni, tehát nem lehet a 40 pontot maximálisan megszerezni, hanem egy csökkentett 35 pontot, és csak egy nyelvből. Ugyanígy csökkent 4-6-8 pontokkal, én most nem sorolom föl a tanulmányi, országos tanulmányi versenyen, az innovációs versenyen, a tudományos diákköri konferencián elért nagy díjak pontszáma, valamint a OK-i szakképesítések, technikus szakképesítéseknek a többletpontjai és a sport teljesítmények az országos, európai és világbajnokságoknak teljesítményénél is 4-6-8 ponttal csökkent az adható többletpontok mértéke. Valójában ezekből a többletpontokból ugye összesen 80 pontot lehet megszerezni. Az országos vonalhúzás, ugye a normál felvételjárás, vagy a február 15-e beadási határidő, a vonalhúzás, a döntés az majd várhatóan 2011. július 21-én lesz, és ott is két alapdolog, tehát már tavaly is 200 pontra emelkedett meg alapszakokon a minimálisan felvehető pontszám, ez nem változik, ez 2011-ben is minimum 200 pont lesz, felsőfokú szakképzésben pedig minimum 140 pont. De ha valaki megnézi a honlapokon a tavalyi pontszámokat, látja, hogy bizony nagyon-nagyon sok szakon ettől sokkal magasabb volt a adott szaknak az országos, illetve az adott intézményi ponthatára, úgyhogy alaposan át kell gondolni, amikor valaki majd a jelentkezés sorrendjét felállítja. Ez volt a Sulijáró januárban. Legközelebb egy hónap múlva találkozunk, várunk akkor is benneteket. Műsorunkhoz ma nagy segítséget adott a nyíregyházi Kodály iskola. Köszönjük ezúttal is. Ne feledjétek, tanulni, de higgyétek el, a befektetett munka és energia mind-mind meghozza gyümölcsét. Kitartás, sziasztok!